Szeretnéd felpróbálni? Ifjú gladiátor jelöltek gyülekeztek szombaton a Móra Parkban. Idén ugyanis az ókori Rómába tehetünk egy kis időutazást a múzeumok éjszakáján a Collegium Gladiatorium hagyományőrző egyesület tagjainak segítségével. A 21. századi gladiátorok sisakjait és kardjait kicsik és nagyok egyaránt szívesen próbálgatták. Na most eljössz! Melyik kézzel? Fogjad! Te nagyon erős vagy! Mit viseltek és hogyan harcoltak a gladiátorok? Ezt most a valóságban is megnézhette az, aki részt vett ezen az interaktív történelmi előadáson. Itt éppen egy trák gladiátor felszerelését láthatjuk. Testét fedve a pajzs, lábát pedig a lábvas védje, tehát hogyha egy szemben megállok vele, tulajdonképpen egy sebezhetetlen gladiátor típusnak tűnik, ezért kellett ugye az a technika és az a felszerelés, amivel ezt a típusú gladiátort is lehetett győzni. Sisakja, mint lehet látni, egy széles karimával rendelkezett, ez a föntről jövő sújtásokat, szúrásokat tudta nagyon szépen levezetni, ugye ezeket a támadásokat általában a nyakára, vállára irányozták. Annak sem kellett azonban unatkoznia, akit a különböző harcmodorok kevésbé érdekeltek. A szökőkút mellett katapult és a császárok jellegzetes fejdísze a babérkoszorú készült. A drótra faleveleket és gyöngyöket fűzünk. Fogsz rá egy ilyen, még egy spatulát és rá egy kanalat, ezt a két szélső spatulát meggumizod, és amikor erre a spatulára ráteted a kanalat, azt is meg kell gumizni, és még itt is meg kell egyszer gumizni, hogy fixen álljon, és lehet vele lőni mindenfélét. Ez most jó volt. Mindeközben kígyózó sorok álltak a Pompei kiállítás termei előtt. Az ókori Róma emlékeit már az első napon 8500-an látták. 8 órakor indult a program egyik leglátványosabb része, a gladiátor felvonulás a Dugonics térről. Cézár és díszes kísérete igencsak felkeltette a járókelők figyelmét. A menetet óriási tömeg kísérte át a belvároson. A gladiátorokhoz, a római ruhába öltözött férfiakhoz és nőkhöz lelkes érdeklődők is csatlakoztak. Tóga, tunika, stóla és saru. A cézárkori divat néhány tipikus ruhadarabja. Bármennyire szokatlannak tűnik ez a viselet napjainkban, sok szempontból mégis ez alapozta meg a mai divatot. A császár tunikát, pálmafa levéllel díszített tunikát és egy köpenyt viselt. Különleges ruháik voltak, különlegesen viselték, mint egy jelképrendszert hordozták, és ennek a hatása mai napig is él a szokások, akár a mennyasszonynál, a házasságkötésnél, akár a bíróságnak a jelképrendszerénél. Tehát ezek a szokások és kialakult törvények, ha nem is törvényként vannak jelen a mai napjainkban, de a jelképrendszert hordozzák a mai embere is. A derek a kendővel van megkötve, mégpedig herkulesi csomóval, ez egy négyes csomó volt, két tulok kapcsolódik egymáshoz, és ez tulajdonképpen csak akkor vehette le, amikor a nász éjszaka következett, vagyis a férjnek kellett a csomót kibobózni. Most várakozunk a mai este csúcspontjára, a gladiátor viadalra, ami hamarosan kezdetét fogja venni. Itt a gladiátorok párban küzdenek majd egymással Julius Cézár erőt, és hát a népnek lehetősége lesz majd győztest kiáltani, illetve eldönteni, hogy ki nyerje meg a viadalt. Victorius fog győzni? Ha még egyszer, ő fog győzni? A párharcnak vége, itt már a nép szava dönt. Élet vagy halál?
Ezt a gladiátort a nép kegyeibe fogadta, de nem volt ez mindig így. A régi viadalok hangulatát idéző, valósághű küzdelmekről mindenki tudta, hogy csak játék. Egy pár órára azonban mindenki az ókori Rómában érezhette magát. A gladiátorokkal már délután 3 óra óta lehetett barátkozni itt a múzeum mellett, és azt tapasztaltuk, hogy nem csak a kicsik, hanem a nagyok is nagy szeretettel mentek oda hozzájuk, hiszen ki lehetett próbálni a különböző fegyvereket, sisakokat, öltözékeket, hálókat, és hát nagy örömmel beszélgettek a szegediek a gladiátorokkal. Még Zákánszékről jöttünk, még nem voltunk soha. És most kíváncsiak voltunk már rá. Mi mindig kijövünk, tavaly is kint voltunk a fáraó éjszakáján, tehát amikor az volt. Tehát mi nagyon szeretjük a régi történelmet. Maga a kultúra, meg ahogy éltek abban az időben, ez így érdekes volt, nem láttunk meg ilyent, és érdekesnek tűnt a maga a program. Thank you.